Tavaly össze Fekete Péternek, a kultúráért felelős államtitkárnak ötlete alapján indultak el azok a Filharmónia Magyarország által szervezett koncertek, melynek célja a zene közelebb vitele a hallgatósághoz. A vírusveszély idején az akció más értelmet is nyert, hiszen a karanténba szorult emberek számára felüdülést jelent egy-egy ilyen minikoncert. Most pedig nem a forgalmas tereket keressük, hanem tényleg az sűrű lakott településeknek az a részeit, amik sűrű lakottak, és ott próbálunk populáris koncerteket létrehozni. Most éppen 11 megyében 120-at hetente. Búzdítunk mindenkit, hogy maradjon is otthon, és az ablakokból hallgassa ezen koncerteket, de a visszajelzések nagyon pozitívak, örülnek neki, tehát az ablakból a bekiabálásokkal is, vagy tapsokkal jelzik, hogy örülnek neki. Talán népszerűbb a komoly zene, mint valaha. Ugye próbálunk belecsempészni alapvetően azért a könnyű zenés lágerek közé komoly zenei dallamokat is, és ezekre is tényleg nagyon vevőek most az emberek. A Filharmónia Magyarországnak azért alapvetően ez egy jelmondata is, hogy közel vigyük a zenét, közel vigyük a komoly zenét az emberekhez a mindennapokban is. Ez egy nagyon szerencsés egybeesés ebből az aspektusból. Igen, hogy az emberek vevőek rá, ki vannak rá éhezve, és így amivel érkezik repertoárral az együttes, azt szívesen fogadják. Próbálunk minél több együttest bevonni, és ezt minél színesebben próbáljuk eljutatni a városban lakókhoz. Az opera irodalom ismert dalamai mellett klasszikus lágerek is felcsendülnek a zenekarok repertoárjában. Thank you.